Na hát itt vagyok megint, srácok. Az a helyzet, hogy nem zorgoztam a kompjúterre, hanem fogtam, aztán feltörtem az árat, mert azt meg tudtam csinálni. És akkor most ezt ki kéne innen dobni. Fusion Core. Kész. Kivettük. Akkor most van belőle kettő gyakorlatilag, mert ugye eddig is volt már egy. Most akkor van még egy. Aztán közben egyébként szintet léptünk, amit csináljunk meg együtt, mert én közben egyszer már léptem szintet, de most csináljuk együtt. És amikor szintet léptem, úristen, de hangos a zene. Szóval ahogy szintet lépsz, ugye lehet választani ezekből az alapképességeidet, hogy növeld, vagy lehet választani ezeket úgynevezett perkek, amilyen kis képességek, tehát ilyen, amik megkönnyítik az életedet. Itt például, mit tudom én, egyes szinten, vagy nem is, szerintem ez egyes szint kell hozzá, gyanítom. Ez például az Iron Fist, ez a Vasököl című képesség. A fizikai támadások 20%-kal illetve ököllel a támadások 20%-kal több sebzést okoznak az ellenfeleidnek. Aztán lehet zsebtolvajkodni, 25%-kal könnyebben lopsz ki az emberektől valamit. Aztán toughness, ez a keménység, gyakorlatilag plusz 10% damage, tehát sebzés ellenállás kapsz azonnal, damage resistance. És ugyanakkor meg lehet ezeknek, látjátok, ott van altal, hogy next rank, akkor ezt meg lehet nézni, hogy következő szinten már 20% damage resistance, aztán 30%, vagyis 30, aztán 40, aztán 50. Magyarul bármilyen sebzésnek plusz 50-es ellenállásunk van, de ehhez 46-os szint karakter kell, ami mostanában nem lesz. Előző szinthez 31, az előttihez 18, a 2-es szinthez 9, az 1-es szinthez meg csak egy Endurance 1-es szint kell. Szóval ezeket tudjuk csinálni. Tudnánk. Amit most... Hát nem is tudom, hogy mit. Majd kitalálom, jó? Aztán utána akkor megint visszajövök. Na itt vagyok, és ezt választom. A Scrapper címűt. Ami azt eredményezi, hogy hogy mondják ezt, Uncommon, a nem gyakori elemek, mint a csavarok, alumínium, réz, azokat ki tudod szedni a fegyverekből és páncélokból, amikor szétszeded őket. Tehát könnyebben hozzájutsz olyan dolgokhoz, amikhez egyébként nehezen tudnál. Úgyhogy ezt kiválasztjuk szépen. Következő szint az még odébb lesz. És gyakorlatilag most ez történt. És egyébként így néz ki a karakterünk, ha szeretnétek látni. Éppen ugye felszereltük azzal a páncélzattal, amit találtunk, és akkor ott a kezén a pipboly, meg ezek a bőrpáncélok, amiket találtunk. Úgyhogy most egy kicsit jobbak vagyunk, és akkor most menni kellene. Ó, ő rajta is van egy csomó cucc, most már ő rajta sincs. Ebből desk fenn, abból például lesz csavar, azt tudom. Most föl kéne menni, mert akkor, ha jól emlékszem és jól értettem a szöveget, mert ugye nem tudom, láttátok-e, de ugye a felirat az hibás volt. Az elméletileg... Hol lehet itt fölmenni? Hol erre lehetett fölmenni? Oda jól lenne, tudnám, hogy hol tudok fölmenni. Mindegy, előbb-utóbb fölkeverünk ám. Ja, erre jöttünk. Jöhet meg, arra kell menni. Elméletileg a tetőn van ez a Power Armor, amit összeszedünk, és akkor utána ezeket a rablóknak a támadását visszaverjük, gondolom. Vagy nem. Majd kiderül. És azt mondom, hogy mit tudok összedni itt. Hát ott találok valami hasznosat. Ezekből már nincs semmi sehol. Mi lehet össze kell szedni? Mese nincs, amit lehet össze kell gyűjteni.
arra biztos nem kell mennünk. Ott is találtunk egy pár dolgot, fogalmam sincs mit találtunk, tök mindegy is. Na itt van ez a srác. És gyanítom, hogy akkor a másik irányba kell mennünk. Vázát összedjük. Nekik úgyse kell a váza. Meg ez se kell nekik. Kíváncsi vagyok, hogy ők majd csatlakoznak-e hozzám egyébként. Nem. Dog me brought to us. Mister. No. We need help, and we get a vault dweller? What are you going to do in that stupid jumpsuit? Bleed to death? Okay. Bocs. Azt mondta, hogy nekik segítségre van szükség. Nem. Aztán kijön valaki a voltból. A hülye ruhájába. Nem örülnek, hát gondolom félnek. Ez van. Gondolom oda nem akarunk leesni. Valahova. Erre megyünk tovább, itt a következő ajtó. Huhú, megyünk fel, ez egy megint egy másik helyszín. Itt a Power Armor. Ez mi? Ó, berakjuk a Fusion Core-t. Hoppá! Azt a mindenit. Úgy néz ki, hogy a... hogy a jobb kéz meg a bal láb. Nem tudom, mit csinálnak, vagy mi, hogyan. Ja, meg ezt föl kell szednünk, azt mondta. Up here, sir. Boss, we got somebody up here. Ja, hogy akkor ez az, ez itt a sztori. Why don't you get down here? Show me that fancy gun. Oh, not a lot of people to get past my boy. I'll give you that. Come on, I got places to be. Ho-ho-ho-ho! Újra töltjük, jó van? Hol vannak? Ja, ott vannak. Na, valaki lődöz rám. Ki lő? Honnan lőnek? Ja, ott van hátul valaki még. Nincs jó, de meg jó van. Húha, pisztolyon egy kicsit. Ez szól, érte? Most kicsit megvárjuk, amíg lehűl a fegyverzet. Ő nincs jól. Ó,
Mi történik? Mi volt ez a hang? Mi az ott? Mi az valami nagy? Az valami elég nagy. Ez mi a jó ég? Nincs több lőszerünk, gyerekek. Ilyenkor mi van? Most mit csinálunk? Most ezzel mi lesz? Nekünk is valami lézerfegyverünk, előveszem azt. Nem tudom, hol van. Ez volt az. Szóval, hogy legalább csak egy van belőle. Újra kell tölteni, jól van. Hol van? Hát ezt nem tudom, hova lett. Na mindegy, beleülünk ebbe a szerkezetbe megint. Aztán lemegyek innen. És mi a küldetés? Igen, sajnos ez küldetés még nem csináltuk meg. Kíváncsi voltam, hogy mi történik a leesek, de semmi se történik. Akkor így nincs nagy baj. Kettő az én szerintem ilyen túltöltött állapot. Féleség ennek a puskának. Megpróbáljuk. Megpróbáljuk, amit meg lehet tenni.
ezt valahogy megöltük. Na. Deathclaw. Te meg a felesebb a tréfa. Azt megmondom. Ez itt mi ez? Kutyám összeszedte magát, egyébként már összeesett az előbb. És teljesen megsérült a... Most megint van egy csomó páncélzat, meg minden marhaság, mert ugye az előbb lelőttünk egy csomó embert. Még onnan föntről. Úgyhogy ezt most összeszedjük megint. Oha, túl sok cucc van nálam, úgyhogy nem tudok futni. Az nem jó hír. Valamit le kell raknom. A kutya, kutya, kutyának oda lehet adni dolgokat. Hey. Wait there. How you doing, buddy? Okay. Ez itt nem jó. Might be best if we split up for a while, boy. Mi van? Dehogy megy, ne menjen sehova. Hey, boy. Gyere már vissza, ne menjen kutya. A franc is akart elküldeni. Ó, most elküldtem a kutyát. Ó. Ügyes vagyok. Na mindegy. Na, most hogy megöltük ezt a Deathclaw-t. Így aztán az emberek ide lemernek jönni, és nekem meg az a dolgom, hogy report ennek az embernek. I'm on my own side, Garvey. That's a shame, man. You can never have too many friends in the Commonwealth. Listen, when we first met, you asked about the Minutemen. One thing you should know about us, we help out our friends. So here, for everything you've done, thank you. Na, adott fusion cellt. Elfogadjuk. I'll take what I can get. Spoken like a true merc. Well, if you ever feel like fighting for something other than yourself, you should meet up with us in Sanctuary. I could use someone like you. Someone who can get things done. No. I'll think about it. Before you leave, kid, a word about the journey you're about to start on. 'Cause I seen your destiny, and I know your pain. Mm. Lász mondja, hogy látja a sorsomat, és tudja a fájdalmamat, és beszélni akar róla. My destiny. A sorsom. What do you mean? You're a man out of time, out of hope. But all's not lost. I can feel your son's energy. He's alive. Hmm. Érzi a fiam energiáját, és tudja, hogy életben van. I'm listening. Look, kid. I know how I sound. The sight, it's weird. And it ain't always clear. But your son's out there. And even I don't need the sight to tell you where you should start looking. The great green jewel of the Commonwealth. Diamond City. The biggest settlement around. Na, azt mondja, hogy menjek Diamond City-be. Mert hogy ott kezdje megkeresni a Sean-t, a fiamat. What's in Diamond City? Is Sean there? Look, kid, I'm tired now. Maybe you'll bring me some chems later. The sight will paint a clearer picture. No, Mama Murphy, we talked about this. That junk, it's gonna kill you. Ah, shush, Preston. We're all gonna die eventually. We're gonna need the sight. And our new friend here, he's gonna need it too.
Now let's get going. Sanctuary awaits. All right, folks. Thanks to our friend here, it's safe to move out. We're heading for that place Mama Murphy knows about. Sanctuary. Sturgis. It's not far. You coming with us to Sanctuary? She knows about it? You mean she had one of her visions while she was stoned out of her gourd? And now you want us to just head out on another wild goose chase based on no better plan than Mama Murphy saw it? Hold on. Everybody just take it easy. We're all in this together, right? So Marcy, you got a better idea of what we should do next? Anybody? Well then, Sanctuary it is. Let's just hope it lives up to its name. Come on, June. Hey, Sturgis. We owe you. Oh. Okay. No doubt about that. You okay? Sanctuary. We'll see about that. Mister. Senki nem beszél velem. Pedig gondoltam, itt föl tudok venni valami companion-t. Hey, Sturgis. Hold on to that power armor now. Hate to see it go to rust. Hát akkor menjünk innen. Don't forget the price we paid to get this far. Let's move out. I'll take point. Excuse me. Don't worry. I'll get these people to sanctuary. Nem right you, boss. Jó van, akkor én vajon oda tudok ugrani szerintetek? Van ilyen fast travel. Itt lesz a sanctuarybe. Hát de ott lakok én is. Fast travel. Mert hogy van ilyen. Úgyhogy így oda tudok menni. Na. Én már itt vagyok. Nem tudom, hogy ők jönnek-e. Itt egy power armor stand. Oké, akkor ennek semmi értelme nincs. Akkor csináljuk úgy, hogy E betű, kilépek ebből. E-t nyomva kell tartani, akkor ki tudok lépni. Ja, hogy a power armor miatt tudtam ennyi cuccot hurcolni. Egyébként csak 240-et tudok, remek. Plusz nincs HP-m. Na. Transfer. Store all junk. Ez az összes cucc, amiből bármit lehet csinálni. Gyakorlatilag. Nagyon jó. És akkor most megpróbálom. Kipróbálom azt a képességemet. De tudjátok, inkább ez lesz legközelebb, oké? Tehát innen folytatjuk ezt a power armorral. Kitalálunk valamit, hogy mit lehet vele kezdeni. Aztán... meg hogy mit tudok még kezdeni a cuccainkkal, amiket összeszedtünk, mert ugye, hogy megtanultuk hozzá ezt a képességet, hogy a szétszedett fegyverekből, meg páncélokból ki tudjuk szedni a ritka anyagokat, úgyhogy ezt fogom megpróbálni következő alkalommal. Remélem, hogy tetszett a videó, srácok, csatlakozzatok legközelebb is, ha tetszett, akkor ne felejtsétek el lájkolni, illetve feliratkozni a csatornára, ha még nem tettétek meg. Sziasztok, találkozunk legközelebb.